Még a javítási munkálatokat is szitáló eső közben végezték a tűzoltók ennél az újfehértói lakóháznál csütörtök délelőtt. Az ingatlanban bő fél nappal korábban tett kárt egy hirtelen jött és gyorsan átvonuló vihar. A hatalmas erejű szél az épület tető szerkezetét bontotta meg, és még az egyik ablakot is betörte. A tulajdonos az udvaron, az autójában ülve várakozott a vihar idején, azt követően szembesült a történtekkel. Féltem, egyedül lakok itt sajnos, de kint voltam a hodályba, melléképület, az autóba ültem, ki sem mertem szállni. Csak hallottam, hogy a szirénák mennek itt állandóan, meg a pálkot csavart, attól féltem, még ezt is kitöri, de ez megúszta. Aztán, mikor csendesedett, akkor jöttem előre, és akkor vettem észre, hogy cserepek a szomszédba vannak, meg az ablakon kiszentem, hogy tölte, meg van itt egy oszlop, azt kiöntötte, vagy kidöntötte, mondjuk az nem volt fogadva, csak feszített tetőt. Legalább 4-5 sírt tett tönkre egy kidőlt fa és egy hatalmas leszakadt faág az újfehértói temetőben. A városban több helyen jelentős károk keletkeztek. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatósághoz csak innen 19 bejelentés érkezett szerdán. Délután 4 óra körül csapott le a városra egy, még a régi öregek által sem látott vihar, ami hatalmas károkat okozott a város intézményeiben és magántulajdonú ingatlanéban is. Rengeteg fát csavart ki tövestől, tehát hatalmas átmérőjű fákat is tövestől fordított ki a szél. A temetőben is több sír megsérült ilyen fa kidőlés következtében. Mentőállomásunkra ráborult az udvaron álló fa, illetve nagyon sok magánlakásnál jelentkezett a probléma. Tetőt szedett le információim szerint, meg a lakosok tájékoztatása alapján, illetve több helyen is a fa rádőlt az épületekre. A magánszemélyeknek felajánlottuk a segítségünket, akár építőanyagban, akár anyagi segítséget nyújtunk a legszükségesebb helyreállítások elvégzéséhez. Tegnap délutántól folyamatosan ízlik a telefon, úgyhogy folyamatosan zajlanak az egyeztetések. Zajlik a kárelhárítás, nagyon sok fát kell a szakembereknek eltávolítani, ami komoly munkát igényel az érintettektől. A Vármegyében további 3 településen kellett még károkat elhárítani a tűzoltóknak. Jánkmajtison szintén nagyméretű fa ága szakadt le, ott a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók avatkoztak be. A kisvárdai egységek mezőladányban is úttestre dőlt fákat távolítottak el, Nyírturánál pedig a nyíregyházi hivatásos tűzoltók távolították el a forgalmi akadályt okozó fát.